bizottság tagjait és a egyéb megjelent képviselőket, hivatalosokat, vendégeket megnyitnám a bizottság ülését. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Egy késésben van jelezte. Első napi rendben van. Akkor Zsuzsa megkérhet le, és Ami. Egy. Jó, akkor Zsuzsát felkérni jegyzőkönyvére. Szavazzunk róla. Köszönöm. Napirendi javaslat mindenki előtt ott van. Kész ellenőrzési per munkaterv. Kérdezem, hogy elfogadjuk-e a napirendet. Szavazni. Köszönöm szépen. Akkor el is kezdenénk az első napirendi ponttal, a helyépítési szabályzatról szóló rendelet módosításáról. Polgármester úr, a szó. Igen, köszönöm szépen. Gyakorlatilag ugye a 2016-ban elfogadott helyépítési szabályzatról beszélünk, amely a véglegesítése még a tavalyi évben is megtörtént, hiszen volt egy olyan nyilvánosulás, amit is részt vettetek, amelyen lehetett hallani, hogy lakossági hozzászólások voltak, hogy milyen változtatásokat szeretne a lakosság. Ugye akkor egy olyan testületi döntés született, hogy abban a formában fogadjuk el a helyi építési szabályzatot, és egy teljesen új alapokra helyezett, az új testülettel kidolgozott új szabályzási jövőnökre. Így volt, ugye? Nagyjából így van. A folyamatos tevékenységek között ugye egy szükséges változtatás miatt érzékeltük, hogy egy adminisztratív hiba született. Ennek az adminisztratív hibának az átvezetéséről szól igazából ez a történet, ami azt jelezte, hogy a meghozott döntés, ami akkor megszületett döntés, annak a nem megfelelő helyrajzi számunkkal való feltüntetése volt, és ugye itt ez miatt kezdeményeztük a testülettel ennek a módosítását, ennek a korrekcióját. Ugye a főépítész, a országos állami főépítész is se konzultáltunk, és a konzultációhoz szerint ő is azt mondta, hogy egy adminisztratív hiba történt, tehát ezt nem kell egy teljes új eljárási rendet végigvinni, hanem gyakorlatilag egy ilyen hozatestület, egy döntést. A döntést 8 napra kifüggesztve, ha kell a nyilvánossággal, és természetesen nyilvánosság is meghozta, ha nincs egyéb észrevétel, akkor ezt a döntést meg lehet erősíteni, és az átvezetést meg lehet tenni. Igazán volt erről szól az egész történet. Ami nekem, ja, kérdezem, van-e valakinek hozzáfűzni valójában kérdése, vagy mondjak én, mondja nekem van. A jegyzőasszonynak külön is ez ügyben egy levelet, amire nem csak érkezett már. Nekem az lett volna többek között az egyik kérdés halmon, hogy ilyen egyéni átsorolási kérelem az elmúlt 5 évben már érkezett. Az elmúlt 5 évre vonatkozóan nem tudom, hogy nem volt időnk előszedni az összes mindenséget, ami erre vonatkozik. Az biztosan tudom, hogy az utolsó 2018-as jogosítás már szerintem ez volt az egyetlen, ami ilyen övezeti átsorolást érintett. Volt még, aki erdőt akart, talán erdőből akart átnépesíteni, de Ez az egy volt, tehát amit a Szerencki Ferencék adtak be, ez az egyetlen dolog volt. Ez 2016 óta, ami övezeti átsorolást érint, ez az egy
és a korábbi éveket nem tudom. Tehát nekem kicsit furcsa, hogy elég egy ilyen mázisai cégulát beadni, és ehhez megmozdul az egész rendszer, és a lakosság jelentős részét érintőhöz pedig nem. Úgyhogy azt mindenképpen szeretném, hogyha itt is elhangozna, hogy amit ugyan polgármester úr már az előbb említett, hogy szükséges módosítani a HÉSZ-t mindenképpen, és pont azért, hogy ne ilyen egyéni átsorolgatások és egyéni kérelmek legyenek, egy nagyon komoly település szempontjából, teljes minden szempontból meg kéne vizsgálni a területeket, és ehhez képest egy egészen komoly észmódosítást tartanánk szükségesnek. Például, amit mindenképpen szeretnénk, ha mondanom, hogy ezt a általunk képviselt lakók döntő többsége szorgalmazza, hogy a következő módosításkor a Hajós Alfréd által tervezett és védetté nyilvánított utcaszerkezetű területekről távolítsuk el az utcák indokolatlan szélesítésére vonatkozó szabályozási vonatokat. A másik az inkább a tervező kapcsán érdekes. Szeretném, ha egyeztetne jegyzőasszony, vagy egyeztetően által megbízott hivatali dolgozó a tervezőkkel, hogy ne csak PDF-ben küldjék el, hanem DVD-ben, illetve az általuk használt napi szoftverre. Ugyanis ezzel tudja majd az önkormányzat is magának is jobban felhasználni. A másik pedig néztük múltkor, nyáron nézegettük a HÉSZ-ben szereplő utcaszervényeket, nagyon nem aktuálisak. Hogyha hozzányúl a tervező ehhez, akkor kérjük őt arra, hogy használja legyen szíves innentől kezdve az önkormányzatok részére díjmentesen elérhető hivatali nyilvántartásokat, amit azért úgy biztos, hogy sokkal aktuálisabbak annál, mint amit ő használ, ahol utcanevek vannak elírva, házszámok nem jól szerepelnek, ingatlanok nem jól szerepelnek. Én azt gondolom, hogy ez az önkormányzat és az egész település érdeke, hogy megfelelő nyilvántartás legyen. Még két tó van rajta például, tehát hogy nem annyit messze rejtem szembe, azon az ábrán, amit tökültek most, azon kettő a tó van. Tehát a Félsziget rész még benne van a tóban. Nem is van a szélsziget a tóban. Jó, csak van rajta víz, oké, de... És aztán kellene volt a fritány, tehát nem így nézzük. Mivel egy folyamatos vízmozgása van ennek a tónak, ezért... Tehát a 2013-ban kisnyel kiöntött a tó, ugye, aki itt volt, az látta, és van olyan, amikor úgy hívják, hogy a Majom-sziget megjelenik a tóval, akkor onnantól kezdve. Tehát ebben lehet ezt is, lehet, hogy egy vízfeletet mutat az egész. Ez már szerintem részletkérdés. Jó, most ez egy mellékes, amit a Maria mondott, azok pontosabbak, hogy a rossz utcanevek szerepelnek. Jó, én ezeket szeretném kérni és javasolni, hogy a tervező legyen szíves egy kicsit korszerűbben hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. Viszont egy kérdésem van, hogy egész pontosan a kérelem, tehát a körülbelül felrendelésre adó kérelem. Mi volt az a megfontolás, ami alapján elfogadtál? Tehát én azt látom, olvasom, hogy három, fölvásároljuk három ingatlan területet, és hogy mit akar a fogazdálkodás a többi. Mi volt az, ami meggyőző volt, hogy a fogyasztatásodási kérelmet pozitívan elfogadták? Gyakorlatilag ugye ott a, mondjuk a széliskertektől, tehát a páncélkanyartól, egész a páncélkanyari rész, és alkalmasan a külső gazdasági épületek találhatók azon a területen, illetve nagyon kis ilyen gazdasági épületek a Vermek lakosa felé is, és akkor az a gondolat volt, ha ott ezt a fajta feldolgozó kis üzemet szeretnék, tehát egy biogazdálkodást akarnak, akkor ez az oldala a Nagy Duna felé eső, tehát a Szigeti úton keletre eső oldal, az akkor egy lehetőséget biztosít, hogy ott és a másik területeken lehet. Tehát gyakorlatilag én annak idején a 2000,
Háromban elindított településrendezési terv, tehát a legelső, ami volt is 2006-ban lett elfogadva. Akkor ugye ott elég konkrétan megmondták, hogy a vízbázis védelem miatt a Szigeti úttól nyugatra eső gazdálkodási területek azok csak azok lehetnek. Ott nem fog, tehát ha nem mi, akkor a fő építő, tehát az országos hatóság nem fogja engedni azt, hogy ott további, mondjuk azt, hogy építmények és területek jöjjenek létre. Tehát ami a félelem lenne benne, és egy kicsit azért valahol azt mondom, hogy az baj volt, hogy a Surány 4 része nem lett úgy leszabályozva, hogy ezek a kis lakhandikból hirtelen kinőttek a családi házak. Most ugye olyan fajta igényeket támasztanak, amelynek az igényeknek a, hogy is mondjam, megvalósulása nagyon-nagyon messze van. Tehát én nem tagadott módon, én bocsánat, ha jól emlékszem, 2004-5 környéken akkor még a fővárosi vízművekkel tárgyaltunk, és még nem volt 1%, csak arról volt szó, hogy a vízbázisvédelmi területeknek a kiszabályozása teljesen más, jobban kitolták ezeket, akkor én javaslatot tettem a vízműveknek, hogy azokat a területeket vásárolják fel, és maradjon egyben a zöld föld. De hát ezt ugye a mindenkori főváros nem hozta meg ezt a döntést. Nyilvánom ezt a vízmódosítás meg a jövőben fog eldönteni, de ugyanakkor azért mondom, annak is van értelme, hogy az állattartás a külterületekben történjék, és ne a lakóvizetben. A vízmódosi viszonylagban nehéz lesz. Tehát ugye az megbővezetett, hogy ezeknek a településnek vannak olyan vezetői, ahol állattartást. A régi rendszerben meg volt, hogy hol lehetett és hol nem. Tehát a Surányi akkori idő területeken nem volt egy megengedett történet. Egy-két gyűjt meg egy-két valami elrohangált. Megyeren folyamatos gazdálkodás és állattartás. Az ember van. Tehát akik berendezkedtek arra, hogy 30-40 tyúkot, disznót, marhát tartanak, és nincs hozzá földterülete, azt hol fogja kitenni az ember? Ez rendben van, de nem öltött föl valahogy, akinek van mondjuk két földterülete, esetleg az inkább oda vigye, és nem tartsa, nem? Én nem tudom. Tehát igazán ez csak a lakók... Logikusnak tűnne. Nem tudom mennyire logikus, tehát akinek ez az egy állata van. Az a baj, hogy itt meg az van, hogy azért, hogy kivizod az állatot, és azt nem igyez rá senki, akkor ilyen gyorsan lába kérhet. Hát részben az, hogy vagyonvédelem, a másik, ami nagyon fontos. Tehát abban a pillanatban egy új építményt és egy új gazdálkodási pontot hozva létre, meg kell nézni Kisoroszibe, a Kisoroszi felé, hogyha elmegy valaki, ott van egy marhatartó telep. Mi annak idején, mi részt vettünk annak a megépítésében, hihetetlen milyen leszabályozottság van. Tehát gyakorlatilag a trágyatárolótól kezdve, a külön kell kezelni, a trágyalót külön kell kezelni, de egyébként kötve hiszem, hogy itt ezen a településen van olyan rentábilis vállalkozás, állattartó vagy gazdálkodó, aki ezt meg tudja, létre tudja hozni. Egyébként esélyesen állnak. Így van, így van. De a lehetőséget ettől nem lehet elzárni, mert ezt én elfogadom. Lehet egy ilyen kérdés az, hogy amit Marion szokott mondani, hogy jól át körbejárva az, hogy milyen egyéb kihatásokat hozhat ez magával, mert az lenne a legnagyobb baj, hogyha fogjuk magunkat és az a mögöttünk levő, így mondom, déli vagy északi terület, ami a gazdálkodási területe elkezdene egy ilyen kis bódi várossal. Én azt hiszem, hogy senki nem akar. Tehát én úgy érzem most, polgármesterként ezt kimerem jelenteni bármikor, hogy már túlterhelt a sziget. Köztük... Na, igen, én most csak erre a szerintem ez pontosan alkalmas lenne egy hész erre, hogy egy megfelelő hátteret és megfelelő lakokat biztosítson erre. Tehát én akkor is megértem, és én is azt mondom, hogy észszerűnek tartom azt, hogy egy új koncepció alapján elindítva ezeket átdolgozzuk. Köszönöm szépen. Ha ez így megfelelő. Van pénzügyi bizottságból, aki még a hész az első napi rendi ponthoz. Kérdezem, hogy akkor elfogadjunk. És akkor testületetlen tárgyal. Igen, tehát akkor
elfogadtuk és testület felé támogattuk. Következő napirendi pontunk az önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervének a véleményezése. Előadó jegyzőasszony. Mindig az évvégi utolsó ülésen szoktuk ezt elfogadni, azonban hiszen december 31-én rendeljük. Azt, hogy mik kerülnek bele az ellenőrzések közé, ez nagyjából egy kockázatfelmérés, a belső ellenőr tapasztalatai és a mi meglátásaink alapján közös kompromisszum szokott lenni. Általában 2-3 célterületet ellenőriz minden évben. Ugye itt láthatók a dátumok, az, hogy mennyi napra van ehhez szüksége. Általában dokumentum alapú de van, hogy kijön hozzánk a hivatalba és esetleg helyszínen is ellenőriz. Alapvetően azt gondolom, hogy ők egy jó működő, tehát biztos alapot, illetve kontrollt jelentenek nekünk abból a szempontból, hogy az esetleges hibáságokra jól rá tudnak világítani, hogy mi az, amit esetleg máshogy kellene csinálni, mi az, amire pontosítani kell, és nem utolsó sorban ők azok, akik ezekkel a pénzügyi jogszabályokkal nagyon-nagyon napra készen tisztában vannak, esetleg azt is látják, amit mi nem szúrtunk ki a közben 100. oldalán, és fel tudják erre, hogy erre mindig fel is hívják a figyelmüket, hogy mi az, amit figyeljük. Úgyhogy egy jól működő, azt gondolom, a belső ellenőrzés. Ugye jött egy kérdés, hogy tudom-e küldeni az anyagokat az idei évre. A véglegest még nem kaptam meg, jelentést, tervezetet kaptam az egyik idei éviről, de a véglegest még nem, illetve hogy az egyik idei évre tervezett ellenőrzés pedig még folyamatban van, tehát azt még semmilyen szinten nem tudjuk, hogy a jogszabály szerint mindig az árszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg kell ezt a belső ellenőrzést is megtárgyalni és elfogadni, úgyhogy ha addig nem, akkor legkésőbb jövő májusban az idei évi ellenőrzést, azt ki fogom kérni. Hadd kérdezzem meg, hogy aki végzi a belső ellenőrzést, ők hányan végeztek már eddig nálunk? Ez az év volt az első, nem, is ők csinálták és akkor nem is szoktunk mástól ajánlatot kérni, hogy az elmúlt évek tapasztalta során. Az elmúlt 5 évre tudok, 4 évre tudok vissza emlékezni nyilván, nem kértünk, nem. És azt megkérdezhetem, hogy mennyi a díjunk, mert azt nem láttam. 30.000 per hó plusz áfa. És hány hónapot számolnak így ők, tehát hogy nem, tehát full 12 havit számolnak. Tanácsadás is benne van, tehát egy komplet csapat, ugye van jogász, és aki a szabályzatokat nézi, van, aki a gyakorlati részét, tehát a számvitellel foglalkozik, tehát ez be van köztük osztva, és egy nagyon-nagyon jó csapat. Tehát kritikusak, de segítenek bármiben. Azt lehet tudni a szerződésben, hogy van ez leszabályozott, hány belső ellenőri munkanap van bennem? Hogy meg van-e határozva az, hogy mondjuk összesen 25 napot dolgoznak nekünk, vagy valami... Vagy a vizsgálatok alapján, amit megnőzünk szabályozott egyből, de ugye megvan konkrét ellenőrzési célok, és ezen kívül még plusz igény szerint tanácsadás. Helyszíni is, de ugyanúgy e-mailben is lehet tőlük kérdezni bármikor. Bocsánat. Tehát ami nagyon fontos, tehát ha bármi olyan helyzet van, ami könyvelés technikailag a jelentések szintjén meg kell tenni és elakadom, tehát azért nagyon jók ők, mert abban például lehet hívni. Tehát folyamatosan rendelkezik. Tehát ez nem úgy működik, hogy akkor csak pénteken hívhatunk, nem. Tehát a jegyzőasszonnyal fölvetődik valami, hogy meg kell beszélni, tehát most nem is elég volt, amikor fölhívtuk.
mondjuk, hogy akkor kérdezzük meg őket, mert mind a ketten, illetve a Zsuzsék is azt mondják, hogy ebbe azért kérünk egy állásfoglalást, mint ahogy a jegyzőasszony is mondta, tehát megjelenik egy új kormányrendelet, vagy bármi egyéb, tehát nem biztos, hogy mi úgy fordítjuk le, ahogy ez pontot, ahogy kellene. És ebben a pillanatban, ha felhívtuk őket, akkor gyakorlatilag beadják meg azt a biztos hátteret, amivel ezzel lehet tudnunk dolgozni a kollégák. Igen, és ismerjük többé, hogy mennyire az ASP. Jó, nem, ezért kérdeztem, hogy akkor ezek van egy folyamatos megérkezés, és ez nagyon jó. Lehetne még javaslatunk a belső ellenőrzés, ez téma még ilyenkor lehetséges? Most így hirtelen már, de esetleg a legkövetkező évre igen, természetesen. Csak ez most így ahogy van, tehát ezt egy csomóval kellene. És akkor célvizsgálatot lehet kérni adott esetben, ha szeretnénk valamikor? Tehát mondjuk, még tudom, én márciusban felvelünk valami, hogy nem tudunk ide, hogy mi szeretnénk látni, akkor lehet kérni több ilyen? Hát plusz költségért biztosan. Nem, ezért kérdeztem azt, hogy az van-e meghatározva, hogy hány munkanapot dolgoznak nekünk, vagy az van meghatározva, hogy mondjuk két témakört is járnak összesen egy évben? Nem, le van szabályozva, óraszámban van leszabályozva. Tehát az benne van, nem vettem el, nem néztem meg, de biztos, hogy óraszámban benne. Jó, akkor az lenne a következő kérdésem, hogy mikorra kell előállni a következő ellenőrzési tervhez a javaslatokkal, hogy akkor a következő évben azok benne legyenek? Nem szeptemberben. Igen, szeptemberben. Tehát, hogy ezt mindig egy évre előre kell elfogadni. Nem, de azért kérdezem, hogy mikor? Szeptember, október. Október a legkésőbb időpont. Még valaki? Valami kérdés? Kérdezem a bizottságot, hogy rendben előnek tartja akkor a jövő évi belső ellenőrzési tervet. Így. Akkor is nagyon megrasztott. Jó, bocsánat. Igen. Következő napirendi pont a képviselőtestület jövői munkaterve. A munkatervet részletesen a testület fogja tárgyalni, de a pénzügyi bizottság elé szeretnénk terjeszteni a bizottság által javasolt munkaterv pontokat. Javasolnám a szervezet és működési szabályzatról szóló rendeletnek a módosítását. Ez már az alakuló ülésen is, vagy az esetleg az azt követő ülésen is szóba, az SMS módosítás kapcsán szóba került, hogy az SMS-nek legyen egy melléklete, ami a polgármester, illetve egyébként a bármilyen átkúházó hatásköröket tartalmazza. Úgy szintén javasolnám a hészmódosítás előkészítő anyag, tehát ugye a hészmódosításának a megkezdését egy előkészítő szakaszsal, a főépítész bevonásával, méghozzá úgy és úgy is került be a rendelet, vagy a munkaterv időrendi besorolására, hogy a főépítész beszámolója előtt valósuljon ez meg. A harmadik a szociális támogatásokról szóló önkormányzati rendelet felvizsgálat és a Kurszamugerika ösztöndíj pályázat támogatási elveinek a kidolgozása szorosan a Népjóléti Bizottsággal együttműködve, valamint egy átfogó adókoncepció kidolgozása.
még 2020 első fél évében, tehát még a nyári szünet előtt, hogy legyen bőven időnek a véleménybizottság meghatására. Kérdezem, hogy ehhez van-e kérdése valakinek? Köszönöm, támogatom dolgokat, itt elmondtál. Ami fontosnak tartom, hogy azt elmondtuk már az alapulüléskor is, meg utána is, tehát hogy mindig vannak ez a munkaterv egy alap. Mindig természetesen a felvetődő problémák, megoldása vár a feladatok, azok mindig aktuálisan ezekhez be fognak kapcsolódni. Jó? Hát, hogy csak azért, hogy akkor még egyszer ezt. Ja, persze. Jó. Tehát, hogy megjelenő pályázatokon, hogy induljunk, ne induljunk, milyen jövőképet akarunk, hát akkor ezek mind szépen akkor bele fognak az éppen aktuális. Persze, ezek mind is tervek, amik, én azt gondolom, hogy ezek, amikkel biztosan foglalkozni szeretnék, és jönnek az aktuálisak, amik az adott helyzetben keletkeznek. Valakinek kérdése készül? Nekem még egy kérdés, hogy a munkatárban kapcsolatban már beszéltünk, hogy ha jól tudom, a jövő évben, útban, májusban lejár a fenntartási időszak a klímaparkban. Május lesz? Június talán lejár. A nyár folyamán, hogy ezzel kapcsolatban milyen hosszú távú, rövid vagy hosszú távú tervek vannak? Hát azt szeretném, hogy megöltek megbeszélni, természetesen. Mivel már minisztérium szinten már több ponton tárgyaltam, hogy milyen jövőképek lehetnek, mire lehet pénzt kapni, mert a legfontosabb az lesz, tehát a költségvetés az most már elég így van, hogy nagy álmokat nem tud megvalósítani. Bízom benne, hogy ez a 90-90%-os intenzitású pályázatok, mint ilyenek, vagy akár 100%-os is, ez működőképes tud lenni. Tehát nem árulok el, szerintem a titkot, hogy akkor lehet igazán jó pályázatra zűrni, hogyha már a előszelét azt már ki tudjuk. Mert amikor már kiírják, minden pályázati kiírás az elmúlt 2-3-4 évben, de lehet, hogy még előtte is úgy működött, hogy adnak rá körülbelül egy hónapot, képtelenség annyi időt bármit kidolgozni. Tehát legyen ez tervekről, legyen egy pénzügyi fedezetnek a meg létrehozása, tehát ez egy szerintem egy folyamat. Tehát maga a tó röviden benne van az Euróvelónak a megálló pontjában. Tehát ez kérdő, hogy az Euróveló eljön-e idáig, és lesz-e belőle pénz, mert sok mindent hallunk és tapasztalunk. Tehát amikor tőlem kérdezik meg, nem festem, mi van az Euróvelóval, egy kicsit mindig ének és összehúzom a szemembe, hogy ugye most ezzel kapcsolatban mi legyen. De mellette vannak olyan szociális oldalon, oktatás, sport, kultúra vonalán, és esetlegesen még az is elképzelhet, hogy valami fajta vállalkozási formában is olyan lehetőségek, amiket meg lehet majd találni, és el lehet indítani. Tehát az a terület, az egy tényleg egy fejlesztési területként, megtartva a tónak a maga kis függetlenségét, és aztán megfelelő módon kidolgozott tervek alapján szerintem ott szépen lehet egy olyan jövőképet kialakítani, ami azért hozza tényleg a pénzügyi lehetőséget a településnek. Akkor még egyetlen, hogy akkor nem zárkozunk attól, hogy valami befektetői forma kerüljön ide. Tehát, hogy nem az önkormányzat saját hatáskörben. Egy picit úgy éreztem, hogy te inkább arra gondolsz, hogy pályázati pénzekből valamit ad létrehozni. Nem tagadom, mi is keresünk már befektetői vonalat. Hát ez most a mai világban a képtelenség ezt egy pénzről megoldani, és az állam nem lesz az, hogy minden évben majd csöpögteti felék a mérzet, hogy akkor ezt tekintem. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy ezt nem véletlenül dolgozott rajta a testület annak idején, hogy ez a képbefüggő és a két települési részen a legközelebb előre területet ilyen módon meg tudja tartani. Meg, amennyire minél több zöld földet megtartva rajta, mert szerintem ez az egyik legfontosabb. De hát a helyépítési szemezet besorolás alapján lehet látni, hogy ez milyen besorolásban van. Biztosan gondolom, vagy biztos vagyok benne, hogy a 2020 az a
Shopping 2021 is a tervezésére kell, hogy legyen, már csak pont a költségvetési helyzetünk miatt is. Most leszámít azt, hogy előre kell mennünk és észterveinknek. Tehát a kevés pénzt inkább költsük tervekre, bizonyítunk ezt is egy részét, hogy amint lehetőség adódik rá, akkor elő tudjuk rántani azokat a terveket. De ez valóban ész, testület, lakosság bevonásával. Két fontos dolog azért majd lesz szerintem, tehát amivel előre kell valamilyen módon menetülni. Nem akarok megjelenni ebbe a témába, mert szerintem ez már jövő évvel lesz aktuális. Tehát amit láttunk, hogy nagyon nagy igény lenne egy bölcsödére. A bölcsöde fenntartó... A bázis kötelező dolog, mint igen. Így van, tehát hogy a mostani információm szerint ugye lement egy kör, és a következő körben egy 100%-os intenzitással adnák ezt. De azt is meg kell nézni, hogy van olyan, aki esetleg mint vállalkozott csinálva a bölcsödét. Mert az is egy fontos dolog. Tehát lehet, hogy ez egy, hogy mondjam, az önkormányzatnak egy kicsit kényelmesebb lehetne, mert azért a Sziget Monostortól kezdve mindenki, aki elmondja, aki fenntart bölcsödét, azt tudja, hogy a megküldött fejkóták nem feltétlenül tudják lefedni ezt. Illetve a gyerekeket, ez tényleg csak röviden, amikor a gyerek bent van a bölcsődébe, csak akkor fizetnek, és nem. És nem tudom, hogy lesz-e olyan szülő, aki 60-80 ezer forintot hajlandó kifizetni be, hogy a gyereket betegye a bölcsődébe. Mert körülbelül így néz ki. De attól függetlenül ezt a kötelező feladatot ránk fogadni. Akkor kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a munkatervhez való javaslatokat elfogadja. Igen. A következő napi rendben az egyedek elmélet, nem tudom, valakinek bármi kiegészítése, kérdése, hozzáfűzőgalója felmerült. Én felmerültem, hogy tovább mentünk az Euróval kapcsolatban, hogy van-e egyébként egy ezenkor mondhatok valamilyen állásfoglalása az Euróval kapcsolatban, akarjuk, nem akarjuk. Abszolút akarjuk. Jó, ez hozzám érkeztek ilyen kérdések, hogy nem egyértelmű az akkor mondhatok egy állásfoglalása, hogy szeretnénk vagy nem szeretnénk, bár mondjuk most a hidakból, vagy a animália, ami a hidakból van, úgy látom, hogy ilyen bizonytalan át, ezért egészen dolgozunk. Akkor két rövid gondolat. Az egyik, hogy a önkormányzat folyamatosan benne volt, és benne lesz a Euróvel a nyomvonal tervezésében. Tehát azt a nyomvonal foglalták el, hál' Istennek első körben, ami szerintünk optimális lehet, hiszen Tajtótfalutól egész Szigetmonostorig a Szigeti út nyugati oldalán elhelyezkedve futna végig, ezzel kiváltva akár Surány 3-4 kettőnek is a lehetőségét az, hogy biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés is legyen. Ugye sokszor elhangzott, hogy a gát lenne az optimális, a gát több ponton már kibukkant az miatt, mert a kövizig olyan, hogy a vízügy olyan plusz műszaki tartalmat és olyan extra új gátépítést kellene tenni, amire az Euróvelo nem fog pénzt adni egyáltalán. Tehát ebből azt mondom benne, hogy kísértük ugye azt az egy dolgot, hogy itt a Kossuth-Lajos utca, tehát a bekötő út melletti rész a Móni Zsigmond útig is legyen meg, tehát napra egy összekötött állapot legyen. A harmadik rész pedig az volt, hogy a kormánybiztos úrral meg lett beszélve, hogy a tó mind ilyen itt van, van rajta most egy vendéglátóegység, ami reményítőleg el fog indulni étteremként is, és nem csak a gyerek étkeztetés biztosítja, akkor lehet hozzá generálni szálláshelyeket is, mert akkor az Euróvelo hozza magával. Tehát mi ezzel kapcsolatban folyamatosan benne vagyunk. A híd kérdés, mint ilyen, az egy érdekes. Most még Szigetmonostor is azt mondja, hogy nem nyilatkozik, mert nehogy a saját nyilatkozatával oltsa ki azt,
Polgármesterről beszéltem. Úgyhogy csak azért mondtam. Tehát egy pad helyzetben vannak ők. Kisorszínál majdnem több mindegy, ha bár ott is először a nem a legjobb híd helyet választották. Tehát én azt gondolom, hogy hogy a két híthely meghatározása és elfogadása fog egyáltalán elindítani bármiféle dolgot. Én egy kicsit furának tartom, hogy ugye 20-21-re kész kéne lenni. 23-24. Na, igen. Tehát a kisajátításoktól kezdve semmi egyébet nem kezdtek még el, csak a nyomvonal van. Oké, de vannak köztes pontok, tehát a két hét között azért van úgy. Az még gyakorlatilag is terve sincsen nagyon, tehát így a magyarítás azt mondta. Hát a Penkálánékkal szerintem ők gyakorlatilag azért kaptak már egy előzetes megkeresést, hogy a tervezés főpontjait, csomópontok meg egyebekről beszélnek, a többit azt én sajnos is sem tudja. A két végtónak köszönhetően még egyelőre a hívja is bizonytalan, és gondolom, amit küzdenek, hogy ez egy csomag. Tehát hiába Kisoroszigorban egy végtó és Szentendre, Szigetúrban van két ember, aki megvétóznak, nem minden szeparán eltörténet. Tehát addig, ameddig az egyik nem zárult, addig közülékeztetlen nem zárult, hogy nem tudnak tovább végzése. Dolgozunk ezzel, hogy lehetnek szeparálni, illetve, hogy addig attól függetlenül valahogy a másik ügye, illetve a szemtörzői itt helyen kapcsolatban született egy döntés, hogy elutasítják a nincsenekről az engedélyeit megfelelően a főtéri csatlakozásnak. Az A variációhoz, hogy új pályázatot írnak király, és akkor még hosszabb lesz a B variáció, hogy megpróbálják módosítani azokat az előírásokat, hogy egy engedélyeket, amiket ott szükségeltek, és újra indítják a történet. Nincs más? Nem, Olivier. Bocsánat, még egy dolog lenne nekem, ezt már e-mailben beszéltük is, megjeleztem is fejlődnek, hogy ugye itt az előzülésen szóba került, hogy közeleg az év vége és a jutalunk kerettel mit kezdjük, hogy kezdjük, milyen? Pénzügybizottság is. Ja, nem jó. Tehát, hogy legalábbis utasunk gyorsan egy költ a bizottságon, ugye nagyjából én igyekeztem leegyeztetni ezt az önkormányzat pénzügyi referencsével, az átadási menedzserével, hogy hol tartunk, mi lehet a helyzetből tudunk indulni, és amit írtam is nektek, nagyjából arra jutottunk, hogy a hivatal és kapcsolódó intézmények dolgozóinak nagyjából egy 6 millió forint plusz munkáltatói közternek keretben tudjuk megalakítani. Tudom, hogy a kérdés, hogy erre milyen véleményetek igazából. Nekem, én már eleve válaszol, valakinek válaszoltam, hogy nagyjából hogy én azt gondolom, hogy ha ez tervezett volt a költségvetésben a jutalomkeret és a hivatal vezetői úgy ítélik meg, hogy jogosan kapnák a hivatal dolgozói, nem hiszem, hogy nekünk ebben. Sosem tervezünk a költségvetésben jutalmat, ez mindig év végén derül ki, hogy tudunk-e jutalmat fizetni, vagy sem. Sosem tervezünk. Nincs betervezés? Soha, ez mindig év végén, amikor voltak egy ínségesebb éveik is, és mindig év végén meglátjuk, hogy hogy áll a költségvetésünk, és ha belefér, akkor fizetünk. Ez sem egy havi, tehát ez 31 embert érint, ez a 6 millió forintos jutalomkeret. Tehát, hogyha mi évvégén döntünk a jutalomról, akkor az mindig azt jelenti, hogy az önkormányzat és költségvetési szervei. Jó, tudom. Tehát ebbe az óvónőtől kezdve mindenki benne van ebben a keretben, tehát ez mindig egységesen. A havi bér az olyan 9 millió 400 ezer. Úgyhogy én nem lennék rossz még, hogyha tervezne rá a hivatal. Tehát az egy dolog, hogy ez nekem furcsa ilyen szempontból. Hát az nagyon jó lenne nekem, az simán betervezem jövőre, csak akkor ugye a működési hiány egyelőre. Tehát ez az, amiről beszéltünk már, a tartalék keretről. Ugye kötelezően megtervezzük mindenkinek a besorolás szerinti bérét.
bérmaradvány mindig keletkezik a tápénzek miatt, ugye? Tehát ugye az máshonnan megy az az összeg. Az, hogy hogy állunk, tehát a költségvetés összeállítása, az abba én beleinszalok évelején. Tehát amiről beszéltünk, ugye, hogy a tartalék keretnek, ugye a koncepcióban is beleírtuk, hogy jó lenne, ha lenne 0,5%. De ez nem mindig jön össze. Tehát először a működési költségeket, közüzemelt, kötelező feladatokat betervezünk. Évközben már fél évkor látszik, hogy szükség van ilyen keretre, vagy nincs. Ezért van az, hogy a tartalék keret az folyamatosan változik. Ha plusz pénzt kapunk az államtól, az is oda kerül be. Tehát ezt először én, nekem ez hosszas feladat az, hogy én addig húzogassam a költségvetést, hogy kijöjjön az egyensúlya. Tehát az év elejében én nem vállalom be azt, hogy akkor jó, akkor most kevesebbet szervezünk közüzembe, és akkor megkérünk hozzá, nem. Tehát a működésnek én úgy gondolom, hogy biztonsága meg kell, hogy legyen. A Marian sem így gondolta szerintem, hogy ezek terület. Csak azért mondom azt, hogy mivel hogy ilyen 1 milliónként, 2 milliónként húzogatom le a költségvetést, hogy meglegyen az egyensúly, ezért nem biztos, hogy egy egyhelyi jutalmat mondjuk évelején, adja Isten, hogy most így legyen, olyan számokat kapjunk az államkincstárból. Akkor ezért nincs az sem, hogy teljesítmény függő a történet? Amióta a Vivi jegyzőnk, azóta bízom állítani, hogy mindig, mint munkáltató, az ő véleménye alapján kerül kiosztása, hogy ő tudja, hogy ki mit teljesít. Képességeihez feladatokhoz képest. Most van teljesítmény értékelésre folyamatosan. Tehát van a célok kitűzve mindenkinek, és azt értékeljük. Csak ez nem jár feltétlenül pénzzel, hogyha van az önkormányzatnak pénzzel, akkor... Jó. Felsőszerűen is így van, úgyhogy... Jó. Jó, akkor szavazzunk, támogatjuk el az a hitalra. Bocsánat, volt ennek egy második fele, amit szintén szeretnék elébek hozni, hogy ilyenkor elő szokott fordulni, illetve én szerintem most is elő kellene, hogy a polgármesternek is egy egyhangi tiszteletének megfelelő jutalmat megszavazzunk. Nyilván ez a tudok is múlik, mi a véleményetek erre? Szavazzunk. Mindenre kiszavaz igennel, én igen, kiszavaz nemmel, nincs nem, ki tartózkodik, három tartózkodás. Most elfogadtuk. Van még valami egyébként? Egy mondat, hogy láttátok, hogy a megyei fasorra kapcsolatban sem tudtuk hamarabb összehozni ezt a dolgot. Egyetlen fél mondat még, hogy a minisztériumnak jeleztem, és azt mondták, hogy nem zárkoznak el, de ők is csak a jövő év elejére tudnak majd időpontot adni. Jó. Jó? Tehát, hogy ezt... Tudunk tartani 5 perc szünetet? Nem, kérdezik. Nem bevettem a gyógyszert, és ebből...